A Brawl Stars után nézzük meg Stumble Guys ban hogy milyen skinjeim vannak. Igaz, nem játszom olyan nagyon durván régóta a játékkal, ugye rendesen, viszont ezért pár skin sikerült összegyűjtenem. És ez a pár skin, ez adjunk hozzá még egyet, ugyanis, hogyha itt hátra tekerünk, még jobban hátra tekerünk, akkor egy kinyitjuk ezt az Ultra Stumble Boxot, akkor elvileg van egy új skin, amit megszerezhetünk, amit megkaphatunk. Ugye, és már csak egyetlen egy nyitásra vagyok ettől, úgyhogy ezt most szerezzük is meg. Nem ez a skin, nem ez a skin, nem ez, nem ez, hanem ez, és hát 199 per 200, oké, okay, akkor még egyet kell nyitni. Akkor kinyitunk még egyet, kérem szépen, még jó, hogy most már többet lehet nyitni, nem úgy, mint az elején. Na nézzük csak meg, egyáltalán egy kell abból a skinből, és mindig van benne, a narvál megvan már, meg megvan már, így van. Bezony, és mit kapunk érte pluszba? Hát, semmi jót, oké, okay, és szuper, legalább most már egy skinnel többünk van. Viszont, úgyhogy mindjárt át is megyek, az összes skinemet csak megszomjaztam, úgyhogy hozok magamnak a tutti giusos sütőből egy. Tutti kérem szépen, felciccentem, megkortyolom, koffein és cukormentes egészségetekre. Mmm, kedvenc üdítom ever, ajánlom nektek is. Kezdjük a Common uncommon skin Skinekkel, igazából ezek szerintem nagyjából mindenkinek megvannak, bár azért, hogyha átnézzük, azért, azért, azért jó pár skin nincsen meg, és amúgy azt hogy ezeket hogyan lehet megszerezni. Elég durán sok skin nincs meg amúgy ezeken kívül, de mindegy, ne is foglalkozzatok vele. Szóval van nekem Mr. Sunből, hol a Mrs. Sunből egyébként, az nem tudom hol van. Nem tudom, szóval van Nurse anime, életemben nem láttam ezt a skint, ez ugyanaz csak más szín variációból, egy farmer, ezzel se játszottam soha az életbe. Van nekünk egy kis tudósunk, hát őt se láttam még nagyon. Cristiano Valdo, nem Ronaldo, Cristiano Valdo, kérem szépen. Vagy aki szokta keresni, illetve van egy kábolyunk, aki, hát amúgy ilyen alapszkinek tök jó, meg ezeket tök könnyű megszerezni, gondolom, ilyen Louis Baller, ez nem tudom, melyik focistára hasonlít, mert nem nagyon vagyok focis, aztán van itt egy Oliver Kahn, szintén nem tudom, egy kicsoda, tulajdonképpen, inkább átartam magamat ide, mert ott nem akarom, hogy betakarjam a skint, aztán van egy Swimmer Barbara, te nem tudom ki vagy Barbara, so az életben, se itt a játékon belül, se téged be, hát nem láttalak, van egy um, Old Mac Buckets, akinek van egy gyertyaftetén, hát tök jó, hogy tudom, hogy ilyen szintén a játékban. Van egy Nurse Joy, egy Farmer elé, mert meg Farmer, egy több Farmer, akkor minden egymás mellett vannak. Itt a Miss Stumble, ez is itt a izé, itt a Miss Stumble. Mi az Isten ez, nem tudom. Gordon Rams is benne van a Stumble guys ezt jó tudni egyébként. Egy újabb uh, felfedező emberként, egy nagyon elegáns venünk, illetve van egy uh, Stumble Gin ezzel a nagyon jó kis kupákkal, aztán van immét 613-as, 613-as börtön szökött, de akkor nem tudom, miért 103 van ráírva. Na és kérdezétek, Swimmer Bella, oké, okay. tök jól nézek ki, terelked nagyon jó a sérót, Sailor szín, nem is tudom mit mondja, Stumble Jack, nem Stumble hanem Stumble Jack, nagyon jó, Stumble sajt, Stumble Jill, Jack, Jill, és itt van Júlia, és akire azt hittem, hogy fiú először, de most már, most már látom, hogy nem fiú, Mobsters too. Oh. a fehekete ruhás úri ember, ugyanis csak fehérbe. Fireman Smoky, ő egy tűzoltó emberke, kérem szépen, illetve a Sailor Spinach található még itt. Van egy katonánk, aki nem nem egy nem, 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 nem szó, 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 még egy katona, ami kicsit pásképp néz ki, pedig itt, itt, koszos arcot ér pedig nem is koszos. Ennek se koszos átverés az egész, de mindegy. Van itt egy Kid garçon, ami nem tudom kicsoda, egy cowboy, ott a kis pisztolyára, nem tudom, én nem ül le vele mindenkit. Na de, az Arne Kamenskinek ez áttértünk. Zöld varázsló, ég szemeddel, nem is kék a szemem. Na itt van Chief Jamie, ő már nem Gordon Ramsay, ő már Jamie. Kérem szépen, már piros ruhában van. Van egy vikingünk, aki Bjorn, le van törve, Clash of Clansból a barbár. Van egy uh, újabb kalózunk, vagy nem tudom, hogy volt -e egyáltalán kalóz, de most már van. Van egy másik kalózunk, igazából annyi a különbség, hogy kék meg zöld Van egy kékföldurás emberünk, egy rózsaszínfüldurás emberünk, aki kicsit nyomiban néz ki, egy Másik felfedezünk, aki uh, igazából menőbb színekben tündököl, ezért ő uncommon, nem pedig common ritkaságú. Van egy bosszorunk a Boxer Floyd, <laughs> nem tudom ki ezek, életemben nem láttam mert nem is, emlékszem mikor pörgettem ezeket ki. Boxer Floyd, Boxer Amin, kérem szépen. Stumble May, uh, kérem szépen, ő érdekes uh, karakter, nagyon gagyi, van belőle May, meg Lee, ugyanígy néz ki, mászni ruha. Van rendőr, hát jó, hogyha van rendőr, akkor ugye kellett ugye a börtönőr mellé, Burton börtöntörték mellé rendőr, van egy pantomimesünk, egy másik pantomimesünk, ő egyébként pantomimesebb, pantomim, mint ő, aztán van egy nagyon fázós valaki csoda kis sáracskába, másik színű sáracskába, aztán az meg a 156-os ő bőr... már ő már kimenekült, és ő már kicsit eltöltözött, de még sőt, ő túlzottan. Miért aztán valaki ezt az skin? Van a sheriffünk, meg királyunk, mi Ranger King, Ranger Rangó, bármit is jelentsenek ez, van Dylan, aki nagyon menő, de oké, okay, legalább szemgolyói vannak, meg van csinálva rendesen, nagyon szuper. Itt van Robin Hood, aki, nyilván nem lehet Robin Hood, hanem Zöld Hood, van Bohóc 1, Bohóc 2, Bohóc 3, ha nem lájkoltad meg a videót. Köszönöm szépen, és nem vagy feliratkozva. Na, bocsánat, megyünk halált. Harált te nem tudom ki vagy, de nagyon fura a szakállad, meg nem tudom mi ez a haj, de inkább vágasd nem magad kopaszra, mert ez szörny. Aztán uh, Barrett Flint katona, Katona 2, nagy jó, amerikai foci 1, amerikai foci 2, több, tudom ezekre mit mondjak, elég gagyik. Tourist Tracker, igen, több viszont a fényképeződött, fotózgat, very nice. Az első normális Uncommon skin, amúgy, ez, ez eskümenő, ez egy ninja. Ez a ninja, ez meg a zöld ninja. A zöld ninja jobban tetszik eddig ez a kedvenc az Enkemönből, a Kemönből pedig börtön töltelik. Minden részkeságból fog választani egy kedvencet, ezt most eldöntöttem. Itt nekem a Rónia Nimble fut, nem ez a Csajsi. Ja, mind a kettő Csajsi, akkor nem szóltak. Kéti, oké, okay, mindegy. Uh, Bob, Boba úszik, nagyon jó. Uh, Bokszermelyek, ő egy boxoló, nem tudom miért, de a többi boxoló mellett van. Még egy Pantomimes, de hát az volt már pantomímes, ez most megint egy más színvariáció. Ő a harmadik körúban, megint egy kék, és nem tudom miért, nem ott van mellette. Egy megint egy rendőr, aki elég fura, egy focista, Carlos, nem tudom ki akar ez lenni igazából. Még egy Bohóc, csak pár szírekben, Erikson. Sony Ericsson, nagyon jó, még egy amerikai foci is, aztán egy cyberpunk, rapper, rapper, rocker, oké, okay, ennek megint nem koszos az arca, egy katona, a többi katonához való, akkor egy viking a más színűekbe. rendőr, igazából ilyen feltűnési, viszketegséges pólóba, vagy mi az Istennek hívják ezt, az a visszaverős. Ez, nem tudom, japán rendőr, Bruce Lee, van egy uh, kis cowboy csávócskánk, Robin Hood pirosba, Robin Hood csak kékbe, és ennyi. Oké, okay, hát a, a Reszkinekből a kedvencem, illetve az Ankemökből az a Rónia némből fut nyerte meg. Gratulálunk, gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Akkor menjünk át szépen a Rare skinnes Bad Buck. Nagyon jó skinecske. Fogalmas Amúgy figyelj, amúgy tök egyedi. Egyébként tényleg nekem, nekem tetszik. Nekem tetszik. Aztán van egy Good Gabi, te nem tudom miért voltál jó, öltözé fel rendősen télenben, meg fogsz fázni. Van egy tűzvarázslónk, ez most tényleg tűzvarázslónk, most ez piros. De van egy Sir Robin Hódunk, akinek nem látunk a semmit, eddig ő a favorit. Decimius, azt gondolom valami Meridus, ezek valami görögök, vagy rómaiak voltak, vagy tudja a fene. Pást éven természetesen. Stumble John, ilyet pont láttam Uncommon-ba, vagy common is. Yellow része, nagyon-nagyon hát nagy versenyző, vagy sárgából, a kékbe te meg nem tudom, régi buvár emberke vagy, akinek nincs összekötve a buváruhájára, szóval meg fogsz fulladni, úgyhogy sok sikert kívánok a buvárkodáshoz. Ezen kívül van itt nekünk egy championunk. We are the champion. Amúgy még menőbben néz ki, mint ő, szóval. De nem tudom, oké, okay, de legyen a champion. Nem baj, haladjunk tovább. Van egy kis trollocskánk, egy mocsári trollunk, kérem szépen, aki amúgy nem néz ki rosszul, tök cuki. Csirke egy Han Solo rooster. <laughs> <laughs> Oké, okay, ez nagyon jó. Van egy ölegyük, egy, egy sárga IT, az a telefonál, meg egy rózsaszín íti, akinek van. Oh, ezeknek van fegyverük, hát nagyon jó. Mélyecske, akinek nagy segge van és tü tüskéje, nagyon jó. Egy tűzvarázsló, csak kékvarázsló, vízvarázsló. Olafsson, aki még mindig nem tudom, hogy ki az atya úristen akar lenni ezzel a sérülőnek, pláne. Igazából Sörlánszalat, aki szörrobb, mint csak más színűben. Aztán még egy varázsló csajsi, egy másik varázsló csajsi, egy Chantress, egy pingvin. Oké, okay, ne lesz ennek, ez tetszik, ez biztos. Nem, vízi pingvin, nem, sima pingvin, az jobb. Ö, van egy Silver ami egy róka. Egy streamer, Sofia melltartóban nyomja, nem tudom, ezt mondjuk Twitch-en simán engedélyezik, YouTube-on már kevésbé. Na, rajta rendes pól van. Ő, jön, mert ő podcastezik. Podcast közben nem lehet kinna mellett, de ő, 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 nyomja. Nem baj, van nekünk egy pilóta, egy pilóta, kettő pilóta, három, nem merünk. Ő hover, ő crasher, aki crasher, ő meg a repülőcske. Nagyon nagyon jó, néz ki, hogy a kék a legjobb. Springy Beauty, hát nagyon-nagyon -nagy szép. Nem baj, legalább van pandánk. Samurai Jackünk. Van egy nyomozunk, aki már az Ankemönben, meg Kemönben is volt. Egy kalózunk, ami nem tudom miért, nem, miért Valami, valami. Lancelot, Dandy, Dory. Pinocchio, aki papet. <laughs> ahogy a fiatok jó pofa, de nekem, majd nem jön be. Megint versenyző, aki már volt más színűben egy, egy uh, miauzó ő is biztos valami streamer, Bella Delfin vagy hasonlók, Disco Daria, nem is hosszú, hogy a Brawl Starsból, van egy Crusader, ez amúgy menő. Na ez az igazi lovagos, nekem ez tetszik. Ez tetszik. Aztán egy másik uh, szörny, igen, van, van a Loch szörny volt ez? Nem, ez a mocsári troll, ez pedig a Bigfoot. <laughs> az van egy csirke, ami már szintén volt másik vagy csak kicsi más színűben. Karácsonyi elf, azok most jöttek, mentek, győztek, láttak, Na, ez az igazi IT. E. Ez igazi lény, amikor valaki egy ürlé gondol, erre gondol. Pont megcsináltak, még hecske, geniális. Női varázsló, bizusz, csirke, aki már kicsit kikelt a tojásból, de még nem hagytál a tojást. Egy gamer, aki nem feltétlenül Steamer, egy rock karakter, és ennyi. Kedvencem nékem, azt szerintem a Sir ott lenne, meg a Sir Robin, meg a Champion, uh, de még tetszett az a Crusader. Champion vagy Crusader? Nem, ez jobban, sötétebb akkor, akkor a Rert a Champion nyerte! Na és át is teretünk az Epic skinekhez, ahol az első a The Beast nevet kapta. Na ő már tényleg jó skin. Na vele ő már tényleg úgy vagy én szívesen játszanék. Őt már tényleg nagyon szeretjük. Mr. Beast egyik kedvenc youtuber, nem egyértelmű. Ő meg ugyanezik az csak pixel variációban. Ezeket szeretem, ezeket szeretem. Na van egy ilyen kis, Pingvin kell, ne szállj a börtönből, a lábál és meg a kezén is ott van, ez már egy jó pingvin, na vele is úgy szívesen játszani, ez a majom, ez, ez nem tudom, ez annyira nem jön be, meg ezek a, de várjál, nem is úgy nézett ki, ezt látjátok? Ezek full más kinek? na, 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 nem tudom ez most itt mi ez a bug konkrétan, most ha az amerikai focicsok, azok elég bénák, de ez, ez, ez jól néz ki, ez vagy elég, mekkora fejed van neked ember? nagyon fura. Dino guy rá emlékszem, ő annyira nem jön be. Tires Guy sem elég nyom, inkább Leora hasonlít. A Minotaurus, na ez egy jó epic skin. Na ez egy jó epic skin, kérem szépen. És megint mutat itt. van egy... Az összes skin más! Na itt legalább jól van mutatva. Oké, okay, szuper, akkor megyünk itt. Artemis! Na ő egy epic az képest szerintem tök animációk ennek, csak túlzottan csajos. Aztán a ő egy monopolis, igazából ezüst színű kutya Semmi extra, aztán uh, egy törp kék törpöcske, blaszam, uh, lili, ők is megint nagyon csajosak, van egy dracula, aki nos, nem tudom, nos, te egy dracula vagy, nagyon jó, megint van egy gamerünk, a jinx, ennek nem tudom miért piros színű pedig ez a szín van kiválasztva, hát ő valami piros akart lenni, ő most piros lett, nem értek hozzá. De nem baj, menjünk tovább. Van egy creepy zombi, és Piszkénhez képest szerintem tök menő, bár nem feltétlenül játszanék vele. Na ő szerintem mém, a Krabby Peti, igazából ez Kim belebújva, hát a vásárlók központokban játszó, azokban ilyen helyeken vannak ilyen emberek, ilyen, ilyen mindenféle abba beöltözve, szerintem tök jó pofa, minden volt, nem használtam meg soha. Master Slow, ő se tudom, hogy micsoda az. De ő egy slow aki egy, egy, egy mester <laughs> Bocsi egy ö, űrhajó pilóta igazából Repülőgép pilóta menő De nem játszanék vele sugárplami férj, hát ő egy cukorka tündér, repülő, choice-i, no, hell no. Natskeke, törő, sima törő, nem rossz. Uh, Black Knight, a Night eddig ez a legmenőbb, de annyira nagyon extra epic képes képest már nem. Ninja Ryu, egy ninja, ja, ennyi, ennyit tud, kérem szépen. Stamlunaut, Astronauta, tök jó. Kék ördög, fekete ördög, az még menőben néz ki. Na, a The Mountain, ez, ez a kékes lovag, na ez, na ez tetszik, kérem szépen. Szétadnám, illetve van egy király, aki annyira nem menő, meg egy másik király, aki szintén annyira nem merő. Nem baj, van egy ramszesz, Ramses, az egy fáraó, de akkor nem tudom, hogy miért zöld, bár az egy zombi, mindegy. Bár Ramses most egy fáraó helyett zombi. Na, van egy Sam MK1, nem tudom, hogy nem néz ki rossz, hogy az a skin. Nem játszottam még vele soha. Sam Skeleton, amúgy a tök különleges, meg tök vicces, hogy zöld skin, úgyhogy nekem ez tetszik. Ö -ö, mondjuk még eddig a Minotaurus a kedvencem, nem baj, oroszlán, scratchy, dühös oroszlán, bocsánat, egy kiara, egy dühös oroszlán né, aki világos igazából, van egy cápa, oldalra jól néz ki, hátulról szemből annyira nem, hát nem rossz, de nem is jó, ugyanez T-rexbe, csak csomper, mert I don't know, sharp tooth, na ez már menőbb mondjuk, de mindig a Minotaurus viszi, pork chop, na ez is amúgy episkéhez képest nem tök menő, meg tök különleges a többihez képest, de fura a nadrágja, uh, grizzly medve, nagyon örök, fekete medve, Dr. Old love, Uh, szerelem, doktor, exterminát, no, ezt az amit nagyon szeretem, ez tök menő, én, én szeretem az ilyeneket, piros, kék, mind a kettő jöhet. Uh, királynő, ez már nekem megvan a saját királynő, úgyhogy nem kell, monarchia se kell, tudom, hogy ez tesebb kell lesz, Elgyő egy kis kis ami hogy a szem az tök cuki, meg aranyos, meg menő, meg minden. Uh, itt már annyira nem jó a skin, meg mi az a kis ruhácska, mondjuk a ruhácska neki is forra, nem baj, van egy pocsis panda, is, nem? Aztán szamurájunk, amiben már rengeteg volt, nincs az jobb, amúgy na, az első normális nincs a Meg a kék. Ö, na, ő is elszökött a börtönből, ne mi sok börtön töltelék. Athéna is van, Ö, nem rossz, de haladjok perre. Rengeteg skin van, Nix is van, ő igazából csak sajnálnék, amúgy tetszene egy berserkern, ez is tök jó. Ha viking lennék, akkor tetszene, meg nem tudom, mik ezek a tetkok, de biztos nagyon menő. Miau. Uh, Aztán a sötét jobban tetszett. Maximus, ő igazából Max vagy Maximilianus, de tök menő ilyen kis ómai kis karakterecske. Stumblebot, ő nem annyira menő, nem, nem is rossz. Na, Captain No Heart, <laughs> tetszik a neve amúgy, meg, nem rossz amúgy Episkians képes. Szóval van Lokador El Primo, ő tetszik, de El Primo Copy, most az amerikai astronauta, egy, egy szuper fan, aki csak így tud mutatni, így felfele, még lájkot sem tud mutatni, pedig azt hogy már mutathatok, remélem a videóra. Egy random hó ember, akinek kesztyűje van, egy botok és sokkal és minden. Van egy stumblegazes pilóta, egy fagyott jeti, egy army már, aki megvan, ugye, igazából rendes figurából. ő tök jó pofa, és egy különleges igazából, retro robó, Power Rangers, tök menő, nem nagy cucc, metal ninja, ez tök jó pofa, de azért nem játszanék ezekkel a skinekkel, ez a metal hatchling, -e, igaz, más a Ez is be, megint buvár, csak másképp néz ki, ez kicsit furál került ninja, aztán van egy dogface kapitány, ez se tetszik annyira, a macska, az esküszöm jobb, csak ez csajos, ezt tök jobb mert ilyen leégett skin, ez, ez, tök különleges a többi az képest, de tök egyszerű amúgy, van egy Mikulás, van egy Kumimaci, amiből a piros jobban tetszik, egy Tután aki szintén egy múmi, egy fáraó volt, de most múmia lett belőle, na, őz már jobban tetszik, nem volt MK, kettő, se nulla, se az egy, se a kettő nem tetszik. Ez tökre egyedi, ez jó pofa. Mr. Beast, ez tök jó. Igazából a kedvenc youtuberünk benne van. Uh, Börtön töltelék, kicsit fáradt Jimmy, uh, aztán másik pingvin, Megalodon. Na ez amúgy a cápák közül eszközöm tetszik. A kaszás, a Stumble Ripple, a Stumble a kaszása, kérem szépen. Ez amúgy Episzkihez képest tetszik. Ez is amúgy nagyon a top 5-ben benne van szerintem. Ugyanez csajba, ha csaj lennék. Itt van a Red Fox, és Jadamnak biztos tetszik. Van egy t ez lehetne jobb is. Mr. Pig ilyen hasonló volt már uh, Dr. Neo. Ez nem a Crash bandit a gonosz, de ez amúgy tök jól néz ki. Ez is amúgy tetszik. Illetve van egy Kaliról, ez egy sushi skin, uh, amiből talán ez tetszik jobban, bár nem tudom, elég fura, egy Winter Teddy, és uh, végül az ingyenes Topic skinünk. Szerintem nekem a kedvenc az a Mr. beast volt, nem a megaladom, bocsánat. Ez, ez a skin, egy ennek több animáció vannak, ez kicsit Minecraftosabb, hiszen az Epic skin nálam a The Beast skin nyerte. Egykor Tutti Juice, aztán jöhetnek a Legend Legendary az első Mr. Beast kockásítva, de nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem. A Golem is egyébként tök menő Legendary Skin-hez képest. Őt is tökre adom, ez a dino ez, ez, nagyon kagyip És ez a kis uh, Sabertooth is sem rossz, de nem Legendary Skin-hez méltó. Ugyanúgy a volé és uh, tök jó pofa. nekem annyira nem jön be. Hát az tök jó pofa, de csak azért, mert Ekpen mém régebről, úgyhogy nekem csak azért tetszik, amúgy nem jó. Ez egy repülő skin, és még gagy is. Igazából ez egy kis Ultra Guy, -ja, a a na, ez meg annyira se jó. Sebastian, ez nem tudom micsoda, ez lehet az Harry Potteres, de amúgy jó pofa, de mégse. Ez egy medúza, ez nagyon fura, meg mitől rózsaszín, meg nem tudom, békén, Monopoly ház, tök fura, tök különleges, csak ezért jó. monopoli Monopoly csávó fekete fehérben ha valakinek tetszik, megértem, nekem annyira nem. Ez nagyon VTF, de pont ezért jó, pedig nagyon béna. Ez ugyanez, de ez kevésbé tetszik a Monopoly, és nem jobb volt, meg hamarabb is volt. Joki, hát egy nagyon vicces kis törp, aki dobál, de mégse dobál. Egy dühös törp, akinek van egy kis cuki, aki Izuki miatt tetszik igazából, úgyhogy azt amúgy adom. Aztán van Törpapa, gonosz Törpapa. Dracula, nagyon jó. Aztán Sick Boy, kis ilyen kis fertőzött tulajdonképpen. Ez a logó az nem annyira tetszik, de amúgy tök jó. Hát a Wolfenstein női variáció nem tetszik. Craig, na ő jó. Ő jó, különleges és csak más, mint az összes többi skin igazából. Nem tudom mi az az ujján az a kis karperec, vagy micsoda. Spongyabob szájnép, nadrággal száj, meg minden nélkül, tök fura, de amúgy jó. Sandy, csak azért jó, mert Spongyabobos. tudja Csáp, Mr. Krabs ő is csak azért jó, mert Spongyabob. Aztán McKenzie, ő egy robotskin, és nem tudom, hogy, hogy honnan jött, de amúgy tök jó pufa a Tetszene. Kaiju, nem rossz a színvilág, de nekem annyira nem jön be a ház az, a hotel az nem annyira jön be, a ház az szerintem jobb volt. Nos hát az űrhajós ez a jó, csak nem legendary skinhez méltó. Ugyanez ezzel a múmiával, ugyanez ezzel a skállal, megint ez a cápa, nem tudom miért legendary, ez is most azért már aranylánca van, de amúgy ez néz ki a legjobban az ilyen kis ö, malacok közül. De ő meg nem tudom, nekem a másik az előző az jobban tetszett, de ez most pirossal, Ez nem tudom, megért legendary, megint egy királynő, tök jó pufi, meg aranyos, meg minden. Egy panda, aki egy panda, de legalább belő közben. Van egy Shogun Masterünk, aki tök jól néz ki, de amúgy meg tök gagyi. Aztán van egy ilyen kis robotunk, egy goblin, meg ez amúgy tök jó koncepciója. Tökre tetszik amúgy, csak soha nem játszottam ilyen skinnel. Balán szerettük Fortnite-ba, és itt is szeretjük. Kigyúrt, guy nem jó, Piros Ördög volt már hasonló, Battle Angel, ez tök jó pofa, plan. hogy ingyen volt egyébként. Cyborg, ez, ez, ez tök jözötte, de jó ötlet, de rossz a kivitelezés. Van egy Sprinkles, ez egy unicorn is, nagyon jó, amúgy nem, nem, szuper se jó. Na, a gingerbread guy, ezt megvettem, ez nagyon-nagyon sok embernek a kedvenc kinje. Szerintem tök menő amúgy, ilyen jelapos, meg tök különleges, úgyhogy szétadom. Ez egy kigyúrt rénszarvas. Nem is akarok róla beszélni. Ez egy pixeles csávó. Ez, ez, nem jön be. Ez egy retro csávó, fekete-fehér. Amúgy, amúgy jó pofa. Uh, ő I love Skeleton. Na, esküszöm a Skeleton közül, ez a legjobb. Ez a szerelmes Skeleton rózsaszín, a uh, szemében. Ez tök jó pofa, nem is tudtam, mi van ilyen. Kleopátra, me. Mr. Láthatatlan, ez tök jó pofa csak lent nem látszik, meg valami jobb ruhát adtak volna rá. Capybara, 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 ezt a mémek miatt szeretjük meg, meg tök jó pofa, hogy kapott egy nyakkendőt, úgyhogy ő cukika. Nagyon bész, na ez a variációs de a többi, a speciális, az jó, hát azt nem aztán gabala, 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 ingyen ez kinecske volt, szétadjuk, szeretjük. Golden banana, hát ő már, már egyből jobb, mint a sima banán. Inside out kifalított őt is megszereztem, hogy menő keréken, igazából nem rossz, de nem annyira extra Pixel Girl, kérem szépen. Nem tetszik. <laughs> Dark Angel, őt szeretem, ő, ő tök jó pofa, csak hát ez a maszk ez eléggé gagyi, meg, meg, meg ilyen meg kicsit hátulra nem annyira extra de itt szemből tök jó. Aztán van egy DJ Jet, aki szintén jó pofa, de fura a szín kombináció szerintem, úgyhogy nekem ezen nem tetszik. Ö, berik kirepülő, nem is látni a helikopteráját, de amúgy tök jó pofa, meg vicces az a mustache, meg ilyenek na, ez, ez no, nem értem mi a Legendari. chibi guy, tök cuki meg minden, de amúgy meg gagyi, zöld gumi maci, hát igen, ez simán lehetett volna epic skin is, de most ő legendary lett, super bones, jó pofa, de nem extrás, nem jó, nagyon fura ez a kettes igazából, hogy két külön skin, de amúgy nem rossz az elképzelés, de nem is annyira szeretem általában a repülő meg ez az egész picikét fura nekem. Aztán van a gyilkos Műzdi, ez tök jó pofa, amúgy, csak hát így magában a játékban nem néz ki, de Tök jó, hogy ide van írva meg minden. Ez, ez elég gagyi, hogy mit nem mondjak. Ez, ez, ez szintén nagyon gagyi, nem tudom mi van, meg, meg gondolom megszereztem valami keréken. Ez azt tudom, micsoda béna, ying yang, a ying az lehet nincsen, meg nem tudom. Ez is valami szörnyecske lenne, nem tudom mi az, az arcán, elég fura rózsaszi hajjal. A gonosz unikorn is fura, oké, okay. átszúrt fejű. Ö, na ez amúgy a csontváz létre, ez is egy ilyen kis katona. Na ez tök jó, de nekem mindig a szívecskés legalább a legjobban. Ö, most a csontvázak közül elég vicces, furán kinéző banán, Mr. Beast az aranypénzzel tök jó, de nem extrás. Aztán van itt nekünk egy, igen, egy banánt, lovagló banánunk, nagyon jó. Ö, ez egy kém skin igazából, ez tök jó pofa amúgy, de nem annyira extrás, de amúgy nekem tetszik maga a vibe -ja. A Stumble King is ö, első Legendary között volt, nem szeretjük. A CEO of Hack, na ez sem egy nagyon extra skin, de a feje szerintem mindent feldob, úgyhogy nekem talán eddig kedvenc legem. meg természetesen a kapi Balra az egyik másik kedvencünk. Van ez a Jimmy Cash, ezt megszereztük, de nem a legjobb. Halloween törp, no! Nem tetszik, uh, a uh, már ez amúgy tök jó pofa, csak nem annyira jól néz ki a játékon belül, de amúgy tök menő skin. Nem tetszik ez a mariachi figura, a Kat Csaj szívasá, Plankton szeretjük, <laughs> nagyon szeretjük, nem tudom mi a szemébe. Spongyabob nadrág nélkül, nagyon fura koncepció, nem rossz amúgy, de nem a kedvencem. Uh, ez amúgy tök jól néz ki, csak a színek miatt, de nagyon random. Ez a Spike kaktusz, ez is nagyon random. Ez a panda. Nem tudom miért Legendary skin, ő sem tudom, hogy miért Legendary skin. Ő sem tudom, de amúgy jó pofa, de nem annyira. Uh, ő sem tudom, hogy miért Legendary, amúgy de a sushi közeldig a legjobb. Aztán van egy F, egy békön, ó még az erő is nagyon jó, a békön is nagyon tetszik, illetve a Csima Csanga! De ezt a békön tudom, de nekem a Sea of legyen a Legendary skinek közül fixem. Na de akkor jöhetnek is a mítikus skinek, amiben az első ez a Mr. Beastess. Csak a 100 milliós playbata miatt menni ez a skinem úgy meg trash. Az obsidian dark pill ez nagyon menő, de én nem nagyon játszottam vele, na ez full gagyi. Ez de de nem igazán tetszik. Aztán van egy alfa hát te sem jössz be annyira, ezek a banánosokat kicsit túltolták. Boxermen, ha a kezé nem lennék, nagyon gagyi lenne, így sem túl menő, mert nézzük, mennyire egyszerű ahhoz képest. Na, ez menő. Ez menő, ez sem nagyon extrás, de legalább sötét színű jól néz ki. Aztán egy uh, pénzzel Mr. Beast, elég random, uh, törp, elég gagyi. Ez sem annyira jó, ez nagyon random. Uh, nekem jelenleg eddig ez a kedvencem, ez a kis dinamit uh, tulajdonképpen. Ez a hippi figura. Not really good, not really good. Na jó, bocsánat, Death Dragon. Jó. Bár nem tudok, nem, dinamit. De nagyon tetszik mind kettő, de szerintem a dinamit maradt most. Ez az annyira nem tetszik, de legalább glitch -e. Úgyhogy különleges, de ja, megszereztem. Virgo, nagyon jó. Aztán uh, van egy death packünk tulajdonképpen, ami egy uh, tök menő skinőt is, aztán valami championship-en, hogy hoz Istenbe szereztem meg. Aztán Toxic Boster is amúgy tök menő, meg jó pufa szerintem. Úgyhogy őt is uh, szeretjük, de annyira nem nagyon durva extrás. Zeus is menő, úgyhogy őt is szeretjük, Medúzát is szeretjük, pár Csajsz ide, ide, jó, a Storm nem jó, ez elég random, a oh, jó, a bolygó hollandi. Mm. Nem tudom, hogy bolygó hollandi, vagy ez, vagy, 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 a Handsome Squidward, vagy, vagy nem tudom, ez is amúgy tökre új skin, ez is tökre tetszik, illetve a pénzsorod, meg. Áh, ah, meg ez is nagyon menő. Hmm, nem tudom, hogy melyik. De talán a dinamit, talán a dinamit. Jó, oké, és akkor eldöntöttem a dynamit vitte a mythic skin kategóriát. És végül de nem sok sorba jöttnek a speciális skinek, amiből a The Beast az első, ami már is egy nagyon különleges skin igazából, egy Mr. Beast skinnek a gyémánt variáció, nagyon-nagyon menő, nagyon szeretem. Meteor, ami kár, hogy lebeg egyébként, de nagyon-nagyon jól néz ki, és még egy kis dinoszaurusz, vagy egy kis űrlény, vagy nem tudom micsoda ott fel van akaszkodva, nem tudom már se megnézni. a ah, egy kis űrlény. Ajj, ah, ez nagyon menő, nagyon tetszik. Aztán van a Dasher, ami ugye egy ilyen blockdashes csaj nekem annyira nem jön be. A csávó variációja azért az jóval jobb, de ez sem annyira nagyon durván extra-es, de blockdashban tök menő. Hát ezt, ezt ebből nem speciálisnak ezt a skin, de pedig tök jópofa, tök különleges, de <laughs> epic maximum. Um, aztán hát a Shogun Jimmy, ez, ez egy Mister Beast-es nekem eddig ez a favoritom egyértelmű, talán ez a kedvenc skinem egész játékban ever, ez nagyon nagyon. Ő is nagyon különleges, őt is nagyon-nagyon szeretem, csak hát sajnos lebegős. Ő nagyon random, nagyon szavarú vele játszani igazából, úgyhogy annyira jó, azért annyira nem zavarod, de annyira nem is jó. Aztán a Narvár is tök cuki, de Max Mitiknek mondanám, de inkább legálnak ezt a skinecskét. Ez a skin, amit most szereztünk meg, ez eszméletlen menő. Eszméletlen menő, ez, ez is egy talán egy új favorit, de én maradok a sok Jimmy nél egyelőre. Captain Gold, tehát klasszikus, de nagyon-nagyon jó skin. Ugye az Inferno Dragon klasszikus, nagyon-nagyon jó skin. Sai Shogun, ő is egy klasszikus, nagyon erős, jó skin. Tulajdonképpen influencer skin, ez, ez tök jó pofa, de annyira nem különleges, hogy csak a kreátoroknak lehet meg. Illetve egy Frozen Walker, amit szintén kreatorként megkaptam, és nagyon-nagyon szeretjük. Ugye ez egy Volker ez igazából megfagyva, de nagyon bereszül néz ki. Skeletal Dragon is tök jó pofa, őt is nagyon-nagyon szeretjük. A Robi már kevésbé, nem rossz, nem rossz, de nem. Ez a Free Spirit, ez, ez nagyon jó pofa. Speciális kinek nem mondanám, de tetszik maga a koncepció. Sensei Firefist. szintén az animációi tök jó, de amúgy meg nem extrás. A smokot szeretem, mert nagyon különleges, de nem a kedvenc skinem, mert nem annyira bedesz. Ez nem tudom, miért speciális, egy aranyszínű amerikai foci skin igazából. Az orbitot szeretjük, nagyon jó pacek skin tulajdonképpen. Aztán egy apokalipszik sos uh, is van tulajdonképpen, ami hát Tesca Lovagor, volt. Nem rossz, de nem jó. No. Hell no. Ö, a boltot nagyon szeretem, hogy az ingyenes kerekköt tudtam végre megszerezni, úgyhogy ez nagyon-nagyon ez nagyon -nagyon éretmen, úgyhogy ezért sokat, sokra értékelsz ki, nem? Aztán Diamond Banana van még, ami nagyon jól néz ki, de nekem nem a kedvencem, az Aqua tök különleges, de, de valahogy még mégse a legjobbak közé tartozik, ez, ez no. Ö, megint a kezem meg a haja menő, de amúgy trash. Ez ugyanaz a kezem meg a haja menő, de amúgy trash. Na ő. Ah, na ő nagyon nagy kedvencem, még de a Mr. Beast es sokan az jobban néz ki szerintem. Illetve, haj, ah, de menő, még te is vagy figurába is nagyon-nagyon jól nézel ki, úgyhogy szétadom. A Pixel Orbit uh, is nagyon-nagyon baró uh, tulajdonképpen, úgyhogy őt nagyon-nagyon szeretjük. Uh, de egy pixelesek általában nem nagyon jól néznek ki. A Squareskin is nagyon baró, tényleg őt nagyon szeretjük, mert nincsen test, ez tök jó pofa. Nem, Uh, na ő is, ő, 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 a másik ilyen kis természeti csapás, amit tök jól néz és nagyon szeretem. Tulajdonképpen nem tudom miért, de, de, de speciális, na őt szeretjük, csak nem tudom, ő is már ilyen kis klasszikusnak mondható, MK robot, Golden robot, no, Fossil Guy, jó pofa, de inkább Max mitikus. Nem tetszik a skin, ingyen volt, mindenkinek megvan, nem is néz ki jól, nem tudom mi az Isten vagy és miért vagy benne egyáltalán a játékba, nem tudom miért vagy speciális, te sem tudom, hogy miért vagy speciális, te sem tudom, hogy miért vagy speciális. Na te jól nézel ki. Na ez egy jól kinéző, különleges speciálisként, de ő is inkább mitikusnak mondaná, de attól még belő. Menő. Burger Buster. Nem tudom miért speciális. Rámen, nem tudom, és speciális darab, rámen tudtam menni, amikor kinyitottam. Aztán Ariel 401, kérem szépen, egy TV, de men nem annyira menő, de legalább menő effektusai vannak. Na ő nem... <laughs> fingik, a wifi sem fingik, kérem szépen, ezért jó és film meghajtás működik, de amúgy nem annyira nagy Ő sem néz ki túl jó, de legalább vannak kartok, amik repkednek körülötte, és... Trash, és aj, oh, is még nagyon jól néz ki a természeti csapások közül, ő tetszik, de Nekem maradt szerintem a nyertesnek a Sogán Jimmy, kérem szépen, úgyhogy őt megkoronázzuk, mint speciális skinek, és számomra az összes skinnek a nyertese. Ezek közül a skinek közül megvan. Ö, ha akarjátok, akkor csináltok videót azokról a skinekről, amik nincsenek meg, meg, meg szeretném megszerezni igazából, de ez ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy -e, lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is a következő videóban. Én Zsomac voltam. Ciao, ciao!